A Zord jeges téli időben az udvaron tartott, vagy az utcán sétáltatott kis és nagy kedvencekre, kutyákra és macskákra is komolyabban oda kell figyelniük a gazdiknak. Most kutyatenyésztők és állatbarátok segítségével próbálunk hasznos tanácsokkal szolgálni a mínuszokban, a mínuszok ellen. Csehi Andrást kapcsoljuk Szentendréről. Jó reggelt, Andi, sziasztok! Jó reggelt kívánok, Napi Cuki, Umka. Ő egy 3 hónapos husky, aki nem annyira fázik, gazdája Kitty. Jó reggelt kívánok, ő sokkal jobban fázik. Igen, jó reggelt. Kitty, a huskyk tényleg ilyen időben ugyanolyan ellátást igényelnek, ugyanolyan gondoskodást igényelnek minden más kutya, vagy annyira nem kell nekik, hogy mondjam, meleget adni? Igaziból ők ugye a szibéri huskyk, tehát ők azért elég hozzá vannak szokva ugye a hideg időjáráshoz, és nyilván azért őket is segítenek el, hogy így védekezzenek a hideg ellen. Ugye azt tudni kell, hogy nekik, ahogy mi is szeretünk ugye rétegesen öltözködni ilyen hidegben, nekik is réteges a bundájuk, tehát 2 rétegű bundájuk van egy ilyen, látja is, hogy van egy ilyen tömörebb szőre, és utána pedig van egy fedőszőr, ami ugye segíti, hogy a hó leperegjen róla, tehát látjátok is, hogy igaziból a kutya nem fagy át, nem ázik át a bundája. Amivel mi tudjuk őket segíteni, az, hogy szénát rakunk ugye alájuk a kutyaolba, ugye hőszigetelt kutyaoluk van, és ugye azért nem rongyot, mivel a rongy ugye átázik, a széna meg ugye száraz marad, úgyhogy amiben még szoktuk őket segíteni, az pedig az, hogy a vízüket mindig megnézzük, hogy van-e, nincs-e átfagyva, és hogyha igen, akkor ugye kicseréljük nyilván. Mennyire változik a táplálkozásuk ilyenkor a kutyának, az etetésük? Tehát, hogy sokkal kaloriadúsabb étkezést kell biztosítani nekik? Hát igaziból mi télen-nyáron ugyanazt adjuk nekik, annyi, hogy ilyenkor talán még annyit meg lehet tenni a kutyák érdekében, hogy egy kis melegvizes, ilyen kis húslevesszerűséggel, tehát mi például pulykanyakat szoktunk nekik főzni, amit ugye nagyon szeretnek, de nyilván ez is ugye nagyobb testű kutyák azért ezt könnyebben meg tudják enni. Viszont van nekünk egy sokkal, hogy mondjam, bonyolultabb kérdésünk, gyere kérlek, induljunk el, mert hogy van egy csomó olyan pici kedvenc, amelyik nem annyira szereti, vagy aki, tudom, mert a kutyák most már akik nem annyira szeretik a hideget, és most gyűjtöttünk tényleg ilyen divatos, vagy nem divatos, hanem ilyen kis cukikutyusokat, hogyha őket meg tudja mutatni a kamera, hát ilyen fantasztikus, gyönyörű ruhában vannak, és hát nem tudom, hogy őket le lehet ilyenkor rakni. Persze. Na, akkor hát... Teodórával beszélgetünk, kutyatenyésztővel. Teodorával, kutyatenyésztővel, aki elmeséli nekünk, hogy ilyenkor ezek a picit parányi kutyusok mennyire bírják a havat, mert hogy gyönyörűek és divatosak, az biztos. No, hát ebben a hidegben az ilyen pici testű kutyáknak ez elsősorban egészségügyi sétát jelent. Aha. Tehát ilyenkor is azért szükséges rájuk adni egy kis kabátkát, mert nagyon föl is kapta gyorsan. Igen, nekik nincsen aljszőrzetük, lakásban tartott kutyák, ez is vékonyodik, felpuhul egy kicsit a szőrük, tehát már nincsen az ellenállás, mint ami régen volt, ugye, akár ezeknek a kutyáknak, hiszen ők régen patkányvadászok voltak, nagyon komoly munkát végeztek, de ma már elsősorban ugye családi kedvencek. Védeni kell őket a hidegtől. Mennyire különbözik a kis tapancsuk, mondjuk a unkáitól? Hát, például, hogyha az unka tapancsát megnézitek, egy rövid szőr van az ujjai között, ebben nem ragad bele a hó. Aha. Nekik belefagy a hó pillanatok alatt. Tehát ezt át is kell nézegetni ilyenkor a kutyusoknak a mancsát, akár az erdei túrázások alatt, mert nagyon könnyen ilyen jégrögök beragadhatnak a lábába, és lesrántul a kutyus. Ami nagyon sokat jelenthet, mondjuk a sózás, ugye? Igen, attól nagyon érzékeny lesz a talpuk. Igen, tehát hogyha a városi kutyusokról beszélünk, akkor tényleg nagyon fontos az, hogy a havas séták után, az utcai séták után mossuk meg a kutyus lábát. Vannak különböző cipőcskék, ezt is meg lehet próbálkozni, hogy így védjük a kutyusnak a mancsát, de hogyha megmosogatjuk, esetleg mancsvédőkrémmel bekenjük, ezzel sokat tudunk tenni azért, hogy egészséges maradjon a talbőre. Tehát akkor maradhatunk abban, hogy a kint tartott kutyáknál az ól, illetve a táplálék nagyon fontos, meg hogy nézzük igen. azt, hogy a vízük ne fagyjon be, igen, a piciket igen, pedig igen. csak egészségügyi sétára vigyük ki. Igen, igen. Hát az időjárás függvényében, ugye. Jó, nagyon szépen köszönjük, és hát azt hiszem, hogy választhatunk a divat versenyen, szerintem ő nyert, nem? Igen, ezzel igen, a kis... igen, ő téli kabátban van. Nem vészel a hóban. Köszönjük szépen, sok kutyával búcsúzunk egyelőre, és öltözenek melegen, mert nagyon hideg van.